itt hátta mögött a fényképen lehet látni a 2010-es nagyárvíznek a maradványait. Most itt ez a bizonyos új telepen, amiről az előbb beszéltem, 4 ház épült föl, 4 új ház, egyet pedig megvásároltunk. Reméljük, hogy ezzel a gáttal, ami 1,3 milliárd forintba kerül áfával, költségekkel, első forduló, második forduló, mindennel együtt, ez tulajdonképpen ezt a gátépítést azt úgy végeztük el, hogy ez, én remélem, hogy 100 éven keresztül megvédi a települést tulajdonképpen a víztől. Na most még azt szeretném elmondani, hogy amikor köszönetünket fejezzük ki település lakossága mellett a pénzügyőrségnek, a rendőrségnek, a büntetés végrehajtásnak, az ékövizívnek, akik létszámmal, technikával segítették a munkánkat, hiszen iszonyatos útnak 5 éjszakát éltünk át abban az időben. Ez a gát, ez a körgát, ami megvédi a települést remélhetőleg ilyen nagy árvíz után, ami 2010-ben volt. Minden résztvevőnek köszönöm, és mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. És engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak, már nem sorolom fel még egyszer, ahogy polgármester úr megtette, mindenkinek, aki részt vett ennek a projektnek a lebonyolításában, és dolgozott azért, hogy eljussunk erre a mai záró rendezvényre, amely ténylegesen ünnepet és örömöt jelent, nem csak az itt lévőknek, hanem természetesen Sajóecseg község lakosainak is. Amikor az esőzések hatására patakok, folyók áradnak meg, akkor az ember olykor-olykor tehetetlen szemlélői a folyamatoknak, mert vannak olyan esőzések, amik meghaladják az embernek az erejét. Én magam is személyesen átéltem, és Borsod megyében sajnos sok-sok település ezt a rossz érzést, hiszen Bánborvátit is érintette sajnos az árvíz, a bánpatak kijönött, és ott is település részek kerültek víz alá, és az érzés, amikor ott álltam a gát tetején, emlékszem a vezérigazgatóra, az ERV vezérigazgatójával, és esett az eső, nem nagyon akart elállni, és hogy emelkedett a tónak a vízszintje, már az árapasztón olyan mennyiségű víz zúdult, hogy nem tudta a patak elvezetni, és akkor álltunk ott szinte tehetetlenül, hogy mit lehetne tenni, és akkor azt mondtam, hogy hát mivel én lelkész is vagyok, én imádkozom, mert sajnos nem tudunk más tenni, mert tényleg megfaladta az emberi erőt. Nem sokkal rá másnap, azt hiszem, polgármestről kaptam egy telefon, hogy nagy bajban vannak, mert elfogyott a homokzsák, és akkor úgy örültem neki, hogy egy órán belül itt is voltam, és azt hiszem közel 3000 homokzsákot tudtam hozni az ERV segítségével. Talán én pozitív üzenetként azt szeretném elmondani, hogy jó lenne, hogyha mi ma élő emberek eljutnánk arra a pontra, vagy arra az életérzésre, hogy nem csak akkor látjuk meg egymást, amikor bajok vagy tragédiák jönnek a mindennapok folyamán, hanem az lenne jó és az lenne örömteli, hogyha a mindennapi egyszerű szürke hétköznapokban is, mint emberek tudnánk egymásra tekinteni, és mint emberek akkor is meg tudnánk látni azt, hogy bizony élnek a környezetünkben olyanok, akik segítségre szorulnak, olyanok, akikre nagyon nehéz teher rakódik, szinte összeroskad vagy megdörnyed alatta, és nekünk ezekben a szürke hétköznapokban is érezni kellene azt, hogy közösségbe tartozunk, egy falu közösségbe, vagy egy nagyobb közösségbe, az ország közösségébe, és nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk egymásra. Nagy öröm ez, hogy megépült ez a gát, és természetesen, ha nagyobb árvíz jönné egy kicsit még, akkor is védelmet nyújt ez a körgát Sajóecseg lakosságának.